Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora szeptember 13-án szerdán. Ma főleg oktatási és nevelési kérdésekről lesz szó a műsorban. Nézzük a kínálatot. Szakképzési körkép. Mihez kezdjen a fiatal, ha nem sikerült az egyetemi felvételi? Szatmár határok nélkül. Nagy ecsedre várják a reformátusokat. Segítség. Júliustól ingyenes az életmentő injekció. Becsengettek az egyetemeken, az elsőéves hallgatók most küzdenek a tantárgyfelvétel nehézségeivel és az új környezettel. Vannak olyanok viszont, akiknek idén nem sikerült a felvételi, de szeretnének tanulni. Kindrusz Emese járt utána, hogy milyen képzésekből választhatnak a fiatalok. Egész évben szemezgethetnek a képzések között azok a felnőttek, akik meglévő tudásukat mélyítenék el, vagy akár teljesen új területen képzelik el jövőjüket. A felnőtt oktatásban elsősorban a jelentkezők létszáma határozza meg, hogy mikor és hol indulhat egy adott képzés. Többféle lehetőség van bekapcsolódni a felnőttek oktatásába, illetve felnőtt képzésbe. Az első az, amikor valamilyen alapszakmát sajátít el a jelentkező. Erre nagy igény van, folyamatosan képezzük a különböző szakmákat a különböző intézményeinkben. Átlagosan évente 2000-2500 bekapcsolódó van ezekbe a képzésekbe. Vannak rövidebb idejű képzéseink, amelyekkel szakképesítést szerezhetünk. A jelentkezők. Ebben az esetben egy jóval rövidebb és még rugalmasabb képzésről beszélünk. Itt főként valamelyik szakma ráépülése az, amit elsajátítanak a jelentkezők. És van még egy harmadik lehetőség is, ez pedig, hogyha valakinek nem sikerült a 8 osztályt megszereznie, és elmúlt 15 éves, akkor lehetősége van, hogy bekapcsolódjon a dobbantó programba, amelyben az alapkompetenciáit fejlesztjük. Hogyha ezzel végez egy 6 hónap alatt, vagy 12 hónap alatt, akkor ezt követően műhelyiskolában részszakmát szerezhet. Ugye ez nem a teljes szakma, hanem valamelyik szakmának a része, de ezt követően tovább mehet, és még tovább tanulhat, tehát felzárkózhat, hogyha annak idején lemorzsolódott, vagy kiesett tulajdonképpen az iskola rendszerből, tehát most ugyanolyan értékű munkavállalóvá válhat szakmával a kezében, mint az, aki korábban befejezte a képzést. A Vármegyei Szakképzési Centrumok szakmakínálata széles. Mégis vannak olyan képzések, amelyek az egész térségben népszerűek a jelentkezők körében. Elég széles paletta, de ha ki kellene emelnem mondjuk a legkeresettebb három szakmát, az egyértelműen a villanyszerelő képzés most az elmúlt három év távlatában. Itt a képzésének kb. 10%-a az legalább ezt teszi ki, de a gépjárműmechatronikai műszerész, az autófényező, a szakács szaktechnikus, a cukrász, ez mind-mind keresett szakma, illetve a szépészeten belül a kozmetika és a fodrász. Öt intézményben, négy városban, Fehérjarlaton, Csengerben, Kisvárdán, valamint Záhonyban kínálunk képzéseket, amelynek az időkerete 6 és 24 hónap között húzódik. Felnőtt oktatásban, 15 ágazatban, 28 szakmában, felnőtt képzésben vállalkozói, mérlegképes könyvelőket képzünk elsősorban. Minden évben más és más a tendencia, de az idén a felnőttek között a villanyszerelő képzés bizonyult nálunk a legnépszerűbbnek, 153 jelentkezőnk volt rá. A kereskedelmi értékesítő nálunk még nagyon elterjedt szakma, több mint 120-an jelentkeztek, valamint saját cégeknek, barodáknak tartunk divatszabó képzést, a saját munkavállalós képzéseket. Úgy látjuk, hogy minden iskolánknak van olyan képzése, illetve olyan szakmája, amely nagyon népszerű. Például a bánkiba a gépjármű mechatronikai technikus, a veselényiben a villanyszerelő, az incédibe, illetve az évízbe az építőipari szakmák, a Széchenyiben a gazdálkodással kapcsolatos szakmák, de az informatika is ilyen, és az nem csak a Széchenyiben, hanem a veselényiben, illetve az incédiben is továbbra is népszerű. Területi sajátosságok minden intézménynél vannak. Jellemző, hogy a centrumok a munkaerőpiaci igényekre reagálva indítják képzéseiket. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamennyi iskolája nagyon jó kapcsolatot ápol a munkaerőpiaci partnerekkel, részben a duális képzés révén, éppen ezért nyomon követi azt, hogy mik a munkaerőpiacnak az igényei. Emellett kapcsolatot tartunk akár a foglalkoztatási főosztállyal, a
kamarával, illetve egyéb munkaerőpiaci igényekkel. Így megpróbáljuk minél rugalmasabban, minél rövidebb idő alatt kiszolgálni a munkaerőpiac igényeit. Felnőtt képzésben ezek a rövidebb idejű képzéseink általában kevesebben vesznek még részt, de azt gondolom, hogy ezt még annyira nem ismerik a piacon, hogy erre is lehetőség van. A tavalyi évben 3 iskolánk volt az, aki már bekapcsolódott, az idén viszont mind a 10 iskola hirdetett meg ilyen képesítéseket. Jelenleg ott járunk, hogy a felmérése zajlik annak, hogy hány jelentkező van, és hol tudunk elindulni. A múlt héten érdeklődtem éppen, tehát azt biztosan tudom, hogy a számítógépes adatrögzítő a Széchenyibe indulni fog valószínűleg már a héten. Hányfajta képzés közül választhatnak itt a felnőtt képzésen belül? A felnőtt képzésen belül is egy 60 féle képzést kínálunk, amikre már korábban az augusztus időszakban elkezdődött a jelentkezés. Elektronikus felület van rá, de hogyha valaki az iskoláinkba bemegy, akkor ott is tájékoztatást kaphat arról, hogy milyen képzésekkel indulunk, és nem csak az adott iskola, hanem a teljes centrum rendszerére nézve. Számadatokkal alátámasztva azt tudom mondani, hogy a 6200 tanulón közül 2900 felnőtt, ebből 1700 azok, akik az általánosan meghirdetett képzéseinken vesznek részt, 360 tanuló volt az előző tanévben, a mostani tanévben eddig még 250 főt számlál a határon túli kárpátaljai tanulóknak a száma. Ez egyedülálló az országban egyébként. Ezt mindenképpen szeretnénk megtartani ebben a tanévben is, és a következőkben is egészen addig, amíg csak a jelenlegi helyzet lehetővé teszi, illetve szeretnénk kibővíteni a kárpátaljai képzés mellett a határon túli oktatásunkat az erdélyi Pátzion területére, amelyben már most egyeztető megbeszélések, illetve a képzések kidolgozása zajlik. Bővült a kínálatunk, megjelent a szárazépítő, az erős áramú elektrotechnikus képzés, Kisvárdán, Fehérgyarmaton a hűtés, klímaszerelő képzés mellett a villanyszerelő képzés, valamint csecsemőápoló képzést indítottunk még az érdeklődéshez alkalmazkodva. Tehát próbálunk alkalmazkodni az érdeklődéshez és a piac igényeihez. Vannak olyan nagy vállalatok, akinek az igényeit megpróbáljuk kielégíteni. Itt gondolok például a Mastergood cégcsoportra, ahol speciális mechatronikai technikust képzünk, vagy központi fűtés és gázhálózatszerelőt, vagy említhetném az East-West Intermodális Logisztikai ZRT-t, ahol pedig logisztikai ügyintézőket képzünk. Az iskolai rendszerű felnőtt oktatás ingyenes. Jelenleg csak a 3. szakma tanulása esetén kell tandíjat fizetni. 2019-ben lépett életbe a szakmajegyzék, aki ezt követően szerzett valamilyen végzettséget, neki már van szakmája, aki ezt megelőzően, neki OK-i és végzettsége van. Tehát, hogyha 2019 előtt végzett, akkor egészen biztosan ingyenes, de a jogszabály szerint 2 szakma, illetve 1 szakképesítés megszerzését ingyenesen biztosítja az állam mindenkinek a részére. Szombaton tartják a Szatmár Határok Nélkül című református találkozót Nagyecseden. A szokások a szíven istentisztelettel, előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket. Az eseményről a főszervezővel, Fülöp Istvánnal, a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnökével és Szalai Konttal, a Szatmári Református Egyházmegye esperesével beszélgetek. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Jó estét kívánok. Köszönjük szépen, hogy ellátogattak hozzánk. 13. alkalommal rendezik már meg ezt a találkozót, ezt a konferenciát. Ezek szerint nyilván keresztény ember nem babonás örömmel. Mi lesz az idei központi gondolat, hiszen minden évben van valami, ami esetlegesen az imádságnak vagy a beszélgetésnek a központi gondolata lehet? Hát ez a rendezvény szeptember közepén szokott lenni, és ugye az Erdődi Zsinat 1545-ben, szeptemberben volt, és általában az Erdődi Zsinatról is meg szoktunk emlékezni, hiszen magát az egyesületet is azért hoztuk létre, hogy a Szatmár reformátusságot egy picit kiemeljük, hiszen a történelem során a magyarországi reformáció Szatmárból indult el. Tehát nem sokkal 1517 után, amikor a luteri 95 pontot kitűzték Wittenberg a Wittenberg vártemplom kapujára, ezt követően nem sokkal már Magyarországon is megjelent, és hol? Szatmár vármegyében. Erdődi zsinat, Csengeri zsinat, több Nagykárolyban is volt zsinat, tehát több olyan Csengeri zsinat, tehát több olyan esemény történt, amely mai napig hatással van a mai református tételekre.
és úgy gondoltuk, hogy akkor legyen szeptemberben, hogy az első zsinatra emlékezzünk. Aztán van egy másik gondolat, a nagyecsedi templom előtt van egy emlékmű, amelyet Vitéz Nagybányai Horthy Miklós avatott föl 1930. október 7-én, és ezen volt egy tábla, amit eltávolítottak egy olyan korszakban, amikor az egyházak el voltak lehetetlenítve, és ezt a táblát visszaállítjuk, illetve hát pontosan egy ügyeletet fogunk készíteni, és ennek a felavatása lesz, és a vitézi rend is részt vesz ezen a rendezvényen, hiszen Horthy Miklós alapította a vitézi rendet, és úgy gondoltuk, hogy ő rá is emlékezzünk, ha már Nagyecseden ott volt 1930-ban, és ezt a szép emlékművet, amely második Rákóczi Ferenc fejedelem emlékére lett állítva, mert Nagyecseden az ő birtoka is volt többek között, volt egy olyan időszak, amikor Rákóczi volt, Rákócziak is diszponáltak fölött, és ennek emlékezetére állították ezt az emlék oszlopot, és most a táblát újra avatjuk. Tehát ez lesz most az új gondolatisága a 13. rendezvényünknek, és ugye, hogy a stúdióval beszélgettünk, mi reformátusok, igazi keresztények nem lehetnek babonások, mi Isten mindenhatóságát, Krisztus Urunk uralmát hirdetjük, és ezért ebben nem fér be semmiféle szektás jelleg. A programnak az első része a templomban kezdődik 11 órától, és ahogy én nézem a szolgálattevőket, itt lesz mindenki, aki számít a református egyházban, legalábbis a tiszántóli református egyházkerület berkein belül bizonyára, meg ugye a vármegyei vezetők itt lesznek. A gyülekezet mennyire tudja azt, hogy milyen fontos, vagy az egyházmegye, hogy milyen fontos szerepet játszott a reformáció magyarországi történetében, és lélekben erősödnek egy ilyen találkozó, egy ilyen konferencia által? Természetesen a név is, amit választottunk annak idején a rendezvénynek, hogy Szatmár határok nélkül, az egy nagyon fontos mondani valója. Amellett, hogy mindig vannak aktuális dolgok, amikről megemlékezünk, vagy amikre visszanézünk, a találkozás, úgy gondolom, hogy talán így lehetne leginkább összefoglalni, a találkozásnak az alkalma. Na most annak idején ugye a Szatmári Egyházmegye, a történelmi Szatmári Egyházmegyének a területe az sokkal nagyobb volt, mint most. Most is az egyik legnagyobb egyházmegye vagyunk, mert 74 egyházközsége van, a Tiszántól második legnagyobb egyházmegyéje, de annak idején volt olyan időszak, amikor Nagybányára jártak gyűlésre a szatmári papok, tehát Nagybányától egészen a Nyírségnek bizonyos részéig, vagy éppen Szabolcsberekbe is átnyúlt a Szatmári Egyházmegyének a területe. Ezért a központi gondolat, hogy Szatmár határok nélkül, ez azt jelenti, hogy várjuk a Párciumba szakadt atyánk fiait, reformátusokat, akik ugyanolyan reformátusok, mint mi. A zsinatok egy jó része egyébként ugye ott volt, amit már Fülöp István említett, illetve várjuk a Párciumi, a Királyhágó melléki egyházkerületnek a püspökét, ugye ott most új püspök van, neki ez lesz a bemutatkozó alkalma, minden alkalommal megtiszteltek bennünket a határon túliak. A Nagybányai Egyházmegye, a Nagykárolyi Egyházmegye és a Párciumi Szatmári Egyházmegyének a képviselőit, természetesen a gyülekezetek tagjait, illetve a magunkét, Szabolcsbereg, Nyírség egy része, illetve maga Szatmár. Természetesen a gyülekezet, a nagyecsedi gyülekezet az alapja ennek a találkozónak. Ők vannak azért a legtöbben, ha ilyen számot vetünk. Egyébként pedig a Tiszántúl egyik legnagyobb gyülekezete a nagyecsedi, hiszen közel 2000 egyháztag van a 7000 lakosból. Ilyen nagy gyülekezet már kevés van nálunk Szatmárban, Fehérgyarmat és Nagyecsed. Úgyhogy a találkozásnak az alkalma természetesen nem csak egymással, hanem elsőrendben is Krisztussal, és minden abból fakadó áldást, hogy így mondjam, fogadunk ilyenkor. Az is hagyomány már a rendezvényen, hogy átnyújtják a Miglotai Nyilas István díjat idén, ha nem titok, ki kapja és miért? Az idén Homon Nagy György festőművész, középiskolai tanár,
Évről évre egy csodálatos naptárral szoktunk kedveskedni magunknak, keresztény testvéreinknek, püspököknek, nem csak a mi egyházkerületünkben, hanem akár a dunántúliaknak, dunamellékieknek, az országban olyan politikusoknak, akikről tudjuk, hogy keresztény értékrendet vallanak. És ez a úriember, aki jó barátunk, ő tervezi évről évre ezt a gyönyörű naptárt. Ingyen, soha nem kéri a te pénzt, és közösen abban állapodtunk meg az Esperes úrral és az Egyesület vezetéssel, hogy az idén kapja ezt a díjat Homonna György, mert olyan hűségesen végezte ezt a munkát. Az idei naptár, ugye két komoly évfordulónk van, az egyik a Petőfi évforduló, a másik pedig a himnusz születésének 200. évfordulója, és ezt a naptárt most a himnusznak szenteltük. Minden hónap egy olyan fényképet tettünk be, ahol Kölcseinek egy szobra vagy emlékhelye, síremléke szerepel. Nagyon szépen oldotta meg a festőművész, és a himnusz szövege is rá van írva, minden hónapra egy-egy versszak. És én azt hiszem, hogy ha Homonna György kapja a himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából a Miloti díjat, akkor jó helyre kerül ez a díj. Szepesi Béla professzor úr fogja laudálni, aki a Nyíregyházi Vizuális Tanszéknek az igazgatója, kiváló grafikus művész. Én azt hiszem, hogy ő ismeri is Homonna György művészi pályáját, ismeri Nagy Ecsedet, hiszen Nagy Ecseden szoktunk tartani egy művésztelepet diákoknak, a Nyíregyházi Egyetem vizuális tanszékén tanuló diákoknak is. Szepesi professzor úr szokta elhozni a diákokat, tehát Nagy Ecsedhez is kötődik Homonna Györgyhöz és az Egyesületünkhöz is. Szombaton, tehát 11 órakor kezdődik maga a rendezvény, istentisztelettel természetesen. Mi mindennel találkozhatnak azok az érdeklődők, akik nem vettek még eddig részt egyik évben sem, most mennének először, mivel találkozhatnak? Hát én az istentiszteletről beszélnék, az is egy rendhagyó istentisztelet, ugye két püspöki szolgálat, természetesen nem ilyen félórás prédikációk vannak, mert ugye az időt azt tartani kell, nem biztos, hogy attól jobb valami, hogy hosszú. Másfél órában mi a templomi részt meg szoktuk oldani, a szabolcsi szimfonikusok játszanak alá, illetve maga a liturgia is egy speciális liturgia, nem mondunk be semmit, hanem egy liturgikus lapon szépen minden idézőjelbe szereplőnek ott van a dolga, és szépen folyamatosan megy az éneklés a gyülekezet bevonásával, nyilván gyermekeknek az éneklésével, 6 esperesnek a szolgálatával egy-egy részét kapják ők is ennek a nem rövid istentiszteletnek. Utána az istentisztelet keretében a köszöntők után lesz a Milotai Nyilas István díjnak az átadása. Ugye azért Milotai Nyilas Istvánról azt tudni kell, hogy a mai úrvacsorai református ágendánknak is, vagyis szertartás rendünknek, könyvünknek a megalapozója, tehát ez is Szatmárból van, hogy legyünk büszkék egy kicsit saját magunkra is, és utána vonulunk majd ki megáldani a újjáépített emlékművet, aztán a délutáni programról pedig István ad számot. Amikor mi lesz délután? Izgalmas lesz. Rendezvénytér, el ne felejtsem, mert régen piactér volt, de egy pályázattal Nagyecsednek sikerült ezt felújítani. A rendezvénytéren helyi néptánccsoport gyerekek fellépése lesz, és a délután fénypontja Pintér Béla előadó művész, aki keresztény zenészként elég közismert, reformátusok nagyon kedvelik Pintér Bélát. Már az unokám, aki 8 éves, ő már jelezte, hogy ő minden áron ott akar lenni, úgyhogy tudom mondani, hogy mind a gyerekek, mind a középkorosztály, idősebb korosztálynak egy olyan előadás fog tudni nyújtani, amely mindenki számára élvezetes lesz. Aki ismeri Pintér Bélát, hallotta, korosztálytól függetlenül szeretjük, várunk mindenkit nagy szeretettel, és ő lesz a délután
fénypontja. Gondolom gyerekeknek lesz egy kis kézműves foglalkozás, játszóház, amikkel... Igen, szokott lenni. Lesz ima sátor, ahol a gyerekekkel Szabó Béla tiszteletes úr szokott foglalkozni, és most is várja a gyerekeket erre az alkalomra. Én úgy gondolom, hogy érdemes lesz eljönni. Aztán kiállítjuk a templomba a Daruka Mihály-féle vizsgai bibliát, amikor a Biblia évfordulója volt, akkor Daruka Mihály, egy vizsgai kiváló mesterember kitalálta, hogy ő újra nyomtatja a vizsgai bibliát. Ezt nem is úgy mondanám, hogy egy replika, hanem a valahanyadik kiadása, hiszen elkészítette a nyomdagépet úgy, mint ahogy az annak idején volt, pont ugyanazzal a technikával, ugyanúgy ólombetűkkel, majd a Biblia lapjait is úgynevezett merített papírra, mint ahogy annak idején készítették, és így pont úgy néz ki a Biblia, mint ahogy az annak idén vizsolyban, ahogy kinézett. Megnéztem az interneten a súlyát, és amikor hozzájutottunk ehhez a Bibliához, rátettem a mérlegre, még a súlya is pontosan ugyanannyi. Ez egy nagyon értékes, és ez most ott ki lesz állítva Nagyecseden, meg lehet tekinteni a vizsgai Biblia sokadik kiadását. Hát remélem, hogy sokan ellátogatnak. Köszönjük szépen, hogy vendégeink voltak, és akkor jó tanácskozás, jó imádságot kívánok mindannyiuknak. Köszönjük, hogy vendégeink voltak. Köszönjük. Folytassuk más témával. Július 1-től ingyenesen hozzáférhető az EpiPen nevű életmentő gyógyszer. Azért fontos ez az injekció, mert anafilaxiás sok esetén akár halálos kimenetelű reakció is lehet a betegnek. Csak az segíthet, ha idejében kap adrenalin injekciót. A változásnak Modrétót Marianna járt utána. Az anafilaxiás reakció az egy allergiás reakció, viszont az allergiás reakcióknak a legsúlyosabbika. Ebben az esetben ugye az történik, hogy a szervezetbe kerül egy allergén, és tulajdonképpen mi egy immundefektusnak szoktuk ezt nevezni, szóval egy immundefektus folytán a szervezet az immunrendszer ellenségként azonosítja ezt az allergént, és akkor itt konkretizáljuk, beszélhetünk itt akár ételről, ugye, tehát földi magyaró és diófélékről, halról, tehát tengeri herkentjükről, de kiviről, mangóról, tehát bizonyos élelmiszerek tartoznak abba a körbe, amelyek kiválthatnak anafilaxiás reakciót, de ide soroljuk például a rovar méreg esetében a rovar csípések is, tehát ugye elég sok darázscsípéses esetről hallottunk az elmúlt hetekben, itt tekintetel nyilván a nyári szezonra, ez felerősíti ezt a dolgot. Tehát ebben az esetben egy allergén, akár egy rovarnak a mérge, vagy akár egy élelmiszernek a fehérjéje bekerül a szervezetbe, és erre a szervezet meg akar tőle szabadulni, tulajdonképpen rettenetesen hevesen reagál, és sokszor több szervrendszert érintő tünetek alakulnak ki, tehát a leggyakrabban előforduló anafilaxiás tünetek, azok, amikor sugárhányás van, tehát emésztőrendszeri tünetek, egész testet elborító csalánkiütés is nagyon jellemző, leesik a vérnyomás és elalszik, ezt nagyon sokszor említjük, mert nagyon kevesen tudnak róla, viszont elég gyakori anafilaxiás tünet, hogy egyszerűen mondjuk egy kisgyermek után elalszik, leesik a vérnyomása, és tulajdonképpen szinte át is aludhat egy anafilaxiás reakciót, ide, optimális esetben felébred utána, és jól van, de természetesen ez tragédiába is torkolhat. Az, hogy valaki anafilaxiás allergiás egy élelmiszerre, általában 1-6 év között derül ki. Vannak ettől eltérő esetek is, de többnyire ez a jellemző. A tünetek sokszor csak enyhén indulnak, de vannak esetek, amikor az első fogyasztás esetén is a legsúlyosabb reakciók jelentkeznek. Az információhiány nem csak a pedagógusok körében nagy, hanem általánosan. Sok esetben egy allergiateszt után sem kapnak megfelelő tájékoztatást, iránymutatást a szülők. 2 éves korában már megvolt a diagnózis, de igazából csak annyit mondott doktornő, hogy 3 hónap diétát tartsunk. Mert a földi magyaró mellett nagyon sok minden más is kiderült a teszt alapján, és... Hát elég körülményes a helyzetünk, mert az ikertestvére nagyon sok mindenre tünetelt hozzátáplálás során, úgyhogy én nagyon-nagyon óvatosan vezettem be az allergéneket, és semmilyen olajos magvat nem kaptak addig.
És a 3 hónap már a diétából rég lejárt, továbbra is óvatos voltam, de egy asszalt gyümölcsös műzliszeletet evett Bella, ami nem volt konkrétan földi magyarós, de nyomokban tartalmazhatott földi magyarót, és utána jöttek a tünetek. Először egyfolytában tüsszentett. Aztán elkezdett pirosodni az orra, a nyaka, a füle, dagadt az orra, nem kapott levegőt. Antihisztamint adtam neki, és így az amerikai filmek villantak be az amerikai filmekben a földi magyaró, vagy magyaró allergiások, hogy ez mennyire durva lehet, mert én addig igazából utána sem jártam, nem voltam figyelmeztetve, hogy egy magyaró allergia mennyire súlyos lehet. És mentőt hívtam, mert láttam, hogy ez jobb nem lesz, és igazából leginkább a mentősorvos ijesztett meg, hogy Bellának EpiPenre van szüksége, mert halálos lehet az ő allergiája. Kórházba kerültünk, és másnap reggel már EpiPenünk volt. Bella ezt követően került bölcsibe. Édesanyja arról is beszámolt, mennyire volt egyszerű intézményt találni így a kislánynak. Nyilván mindenhol azt mondták, hogy fogadják, viszont volt olyan óvoda, ahol azt mondták, hogy inkább nézzünk még szét máshol is. Nyilván olyan helyen hagyom szívesen a gyerekem, ahol az igazgatónő is, és a dadús, és az óvónő is, mindenki azt mondja, hogy ő teljes mértékben érti, hogy mi a probléma, és fog vigyázni a gyerekemre maximálisan. Magyarországon nagyon magas az allergiások száma, 2-2,5 millió főre teszik körülbelül. Ezek közül van számadat arra vonatkozóan, hogy hány anafilaxiával élő ember van Magyarországon? Ez egy azért nehéz kérdés, mert egészen mostanáig, amikor egy szakorvos diagnosztizált egy anafilaxiás allergiás esetet, akkor nem volt lehetősége, hogy feltüntesse az ambuláns lapon azt a BNO kódot, amit mondjuk egy diabéteses gyermek esetében ugye van egy BNO kódja, azt leírják, ezáltal bekerül a rendszerbe, és maga a rendszer ugye összesíti, hogy Magyarországon hány diabéteszel érő gyermeket tartunk számon. Az anafilaxiás allergiás gyermek esetében sajnos eddig a mai napig nem volt erre lehetőség. Tehát az orvos nagyon sokszor gastrointestinális tünetet tüntetett fel, vagy esetleg csak egy sima allergiás reakciót. Tehát jelen pillanatban itt vagyunk 2023-ban, és tippelni, következtetni tudunk, ami egy picit pontosabb, mint tippelés, mert Papp Gábor főorvos úr végzett a tavaly évben egy elég komoly kutatást, közvéleménykutatást, nagyon sok adat érkezett be hozzá, és ő a számításai alapján azt mondja, hogy olyan 25 ezerre tehető Magyarországon az anafilaxiás, vagy potenciálisan anafilaxiás allergiások száma. Itt találta a kis doboza a szekrénybe, ez az ő szekrénye, amiben megtalált ugye a két epipenje, van benne azért neki cetirizin, és hogyha esetleg bármi történne, meg ilyen orspré, meg különböző kis hasonló valók, amit azért bátran lehet megkiadni, és ugye benne van a jégapu, benne van a két EpiPen, benne van ugye neki a cetirizin, van egy spréje, és akkor ez itt van nekünk a szekrénybe. Az Eszterlent Hiszaki óvoda pedagógusa mutatja Bella egészségügyi csomagját, ami másodpercek alatt mentheti meg a kislány életét, ha szükség van rá. Az óvodások most békésen alszanak, és szeptember 1-e óta a szülők is nagyobb biztonságban tudhatják őket, ha anafilaxiával élő gyermeket nevelnek. Eddig az információ hiány, tájékozatlanság és az ebből fakadó félelem övezte az anafilaxiával élő gyermekek közintézménybe kerülését. A szeptember 1-ével hatályba lépő törvény nem csak azért fontos, mert ezentúl nem utasíthatják el egy gyermek felvételét az intézményekbe ezzel az indokkal, hanem azért is, mert kitér a pedagógusok képzésére, és az intézményekben lehetővé teszi az autoinjektor, másnéven EpiPen tartását. Ezen kívül az iskolák, óvodák egy kidolgozott protokollt kapnak, hogy a diétahiba ne következhessen be.
Jelen pillanatban igazából a protokoll arra fókuszál, ahogy ön is kérdezi, hogy mi történik akkor, hogyha diéta hiba következik be, és egy anafilaxiás sok merül fel a gyermeknél. Viszont ezt hangsúlyozni szeretném, hogy a protokollnak ennél sokkal szélesebb körű szabályozásnak kell, hogy legyen. Tehát a protokollnak a célja igazából nem az kell, hogy legyen, hogy hogyan lássunk el egy anafilaxiás gyermeket, hanem hogy hogyan előzzük meg azt, hogy anafilaxiás sok következzen be egy intézményben. Ehhez több lépcső is szükségeltetik. Ugye az első az, hogy felvesznek egy gyermeket, aki már diagnosztizált, tehát most első körben mindenképpen a már diagnosztizált esetekről beszélnék. Tehát felveszik őt, azzal együtt, hogy tisztában vannak a helyzetével, tisztában vannak a feltételekkel, hogy tudják őt biztonságban tartani. Kialakítanak a pedagógusok, az intézmény és a szülők egy olyan megállapodást egymás között, amivel megteremtik a feltételeket, hogy a gyermek biztonságban legyen. Ehhez hozzátartozik, és most jelen pillanatban mi egyesületileg leginkább erre fókuszálunk, hogy megtörténjen a pedagógusoknak a képzése, ugye, ahol a pedagógus tudja, hogy kell a gyermek számára egy allergén minimalizált környezetet kialakítani. De azt is tudja, hogy ha tényleg ne adj, hiba csúszik a rendszerbe, és valami olyat fogyaszt mégis a gyermek, ami veszélyes rá, akkor felismeri az anafilaxia tüneteit, és képes ellátni ezt. Pedig egy kis odafigyeléssel eddig is megoldható volt az anafilaxiás gyermekek ellátása. Sok intézményben annak ellenére, hogy nem volt hivatalosan kidolgozott protokoll, már a gyakorlatban találkoztak ezzel. A szülőkkel együttműködve igyekeztek megoldani a biztonságos közeget, és a rájuk bízott gyermeket maximálisan ellátni. Mindenképpen több odafigyelést igényel, szinte ketten-hárman is átnézzük az adott összetevőket, viszont Bella is nagyon ügyes, mert vagy azt mondja, hogy nem ehetek belőle, vagy én ilyet nem ehetek, a gyerekek is szólnak, hogy Bella ezt teheti-e, a szülők is nagyon partnerek voltak, szinte nagyon kevés dolog van, ami olyat hoznak, ami ilyet tartalmaz, és szerencsénk is van, mert az étkezésből is kivették a csonthéjasakat, ami csonthéjas tartalmaz, úgyhogy igazából ugyanúgy történik minden, csak olyat osztunk, amit ő ehet. Ezzel azért egy kicsit óvatosabbak vagyunk, nem kockáztatunk, de én azt gondolom, hogy ugyanúgy folyik a minden napunk, mintha ő nem lenne itt, vagy amikor nincs itt. Ezeknek az érintett gyermekeknek 2 darab adrenalin autóinjektort kell mindig maguknál tartani. Ez nem úgy történik, hogy egyet otthon hagynak, egyet bevisznek az iskolába. Az adrenalin autóinjektor mindig ott kell lenni, ahol ott kell lenni az egész kis csomagjának, ahol a gyermek van. Tehát ugye itt a törvényben, vagyis pontosabban a köznevelési törvény módosításában azon belül Maruzs államtitkár úr elmondta, hogy ugye egy harmadik epipen is be kell, hogy kerüljön majd most az intézményekbe. Itt erre rákérdeztünk, hogy ők ezt miért tartották szükségesnek, azt mondták, hogy ez egy extra biztonság lesz. Tehát a már diagnosztizált gyermekek esetében a gyermek viszi magával a 2 epipent a táskájában. Ugye óvodásoknál egyértelmű, hogy ez a pedagógusnál kell, az óvodapedagógus kell, hogy legyen, még ugye iskolásoknál már maguknál tartják a gyermekek, mondjuk bent az osztályban, és ezen felül mostantól ezekben az esetekben egy harmadik adrenalin autóinjektor is lesz, egy extra biztonsági készültségi eszközként az intézményben. Jelen pillanatban a protokoll arra fókuszál, hogy mi történik akkor, ha diéta hiba következik be. A protokoll azonban ennél sokkal szélesebb körű szabályozást foglal magában. A protokoll célja nem az kell legyen, hogy hogyan lássunk el egy anafilaxiás gyereket, hanem hogy hogyan előzzük meg azt, hogy anafilaxiás sok következzen be. Ez természetesen sok lépcsős, kell hozzá megfelelő edukáció, szülői és intézményi oldalról is, és kell az is, hogy maguk a gyerekek és az adott közösség ezzel együtt a többi gyermek szülője is tisztában legyen vele, és értse, mire kell odafigyelni, ha ilyen gyermek tartozik a közösségükbe. Eddig tartott ma 35 perc legközelebb ezzel a műsorral, jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!